Magyarország harmadik legnépesebb települése, a Délalföld legnagyobb városa, Szeged a napfényvárosa, de hogy miért a napfényvárosa, az most a Drive magazin videójából kiderül. Szerintem azt nyugodtan elmondhatom, hogy Szeged az utóbbi néhány évben elképesztő átalakuláson esett át. Tehát a városközpont az teljes mértékben megújult. Hogyha például elmegyünk a Dóm térre, akkor nagyon nagy élményben lehet részünk. És ugyanezt a megújulást elmondhatom a Móra Ferenc Múzeumról is, tehát hogyha most belátogatunk a múzeumba, akkor egy teljesen új képet látunk erről az egész történetről. Ugyanígy a várunk is megújult, illetve van nekünk egy harmadik intézményünk, a Feketeház, ami szintén teljes mértékben megújult. És nagyon izgalmas kiállításokkal is készülünk, és izgalmas kiállításokkal is várjuk a látogatókat. Jelenleg a legendás Vadnyugat című kiállításunk, ami a kábolyok és az indiánok világáról szól. A múzeumon kívül én azt gondolom, hogy Szeged központja maga a Széchenyi tértől kezdve a Kárász utcán át, egészen a Dugonics térig vagy a zsinagógáig elsétálva nagyon nagy élményt adhat. Ugyanúgy a fiatalok számára is, illetve az idősek számára is. Rengeteg egyetemistánk van, amit szerintem Szeged szempontjából nagyon fontos megemlíteni. Éppen emiatt a város lakossága is szerintem sokkal nagyobb számot mutat, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Szórakozás szempontjából Szegeden fiatalok is, és ugyanúgy az idősek is megtalálják a maguk számára izgalmas dolgokat. Szeged abszolút szecessziós városnak mondható, és mikor ez a téma fölmerül, akkor én nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy Szeged testvérvárosa Szabadka, ahonnan én származom, és ez azért izgalmas, mert Szabadka is egy szecessziós város, és nagyon sok hasonlóságot mutat a két város egymás között, szecessziós jegyekben is. Építészeti szempontból, tehát megint csak a zsinagógát tudnám kiemelni, ami szerintem egy elképesztő építészeti csoda. Hogyha az ilyen vízállát, vagy inkább az ilyen élményfürdős dolgokat emelném ki, akkor a szegedi napfényfürdő az szerintem egy nagyon izgalmas helyszín, és én úgy tudom, hogy ott még ilyen hétvégi zenés eseményeket is szoktak tartani. De Szeged közelében van ugye Mórahalom, ami egy kiemelkedő turisztikai központ élményfürdők szempontjából. Szeged legismertebb épületet, nem biztos, hogy mindenki ezt mondaná, de én azt gondolom, hogy egyértelműen a Dóm. Történelmi szempontból is, illetve esztétikailag is, meg ugye aki ismeri Szegedet és Szeged történetét, az a szegedi szabadtérit is ismeri, vagy hallott már róla, ami a Dóm előtt szokott megrendezésre kerülni, éppen azért, mert egy olyan különleges és elképesztő akusztikája van a helynek, ami szerintem nagyon kevés másik helyszínen lenne ilyen. Azért fontos elmondani azt, hogy ez a rengeteg turisztikai látványosság mellett, amiket most kiemeltem, van nekünk egy Szeged Ifjúsági Napok nevű rendezvényünk is, ami nem tudnám pontosan megmondani, hogy hány éve már, de nagyon régóta jelen van a szegedi fiatalok életében. Tehát ez egy olyan dolog, ami itt a nyár végén összehozza a fiatalokat. És mitől a napfény városa? Állítólag itt süt a legtöbbet a nap. És szerintem egyébként ez igaz. Egész hétre elsőt jósoltak, és mégis itt ülünk a csodálatos napsütésben.